A magyar női röplabda válogatott tavaly 28 év szünet után szerepelt Európa-bajnokságon, idén pedig a csapat kijutott a jövő évi kontinens tornára. A jelen sikerei mellett a jövőre is gondolnak a szövetségben, ezért szeretnék a sportág utánpótlás bázisát szélesíteni. Ennek érdekében az MRS a Magyar Diásport Szövetséggel közösen indít egy 3 éves programot. Az erről szóló megállapodás szerdán Nyíregyházán írták alá. Ez az együttműködés azért nagyon fontos, mert egy legszélesebb bázis céloz meg a általános iskola első 8 osztályok között a röplabda megszerettetését, bemutatását, az erre irányuló mozgáskultúra kialakítását, amit úgy kezdünk el, hogy 1000 testnevelő tanárt szeretnénk akkreditált képzésben részesíteni a Diáksport Szövetséggel együttműködve. Egyrészt, másrészt pedig az alternatív kerettantev részévé válik a röplabda. Csapatsportágok közül eddig a labdarúgás és a kézilabda már szerepel, most harmadiknak a röplabda is ilyen lehetőséget kap. A Magyar Diáksport Szövetség elnöke Balogh Gábor elmondta, hogy a mindennapos testnevelés teremtette meg annak a lehetőségét, hogy 2017. szeptemberétől tartalmilag és minőségileg is új lehetőségeket kínáljanak a sportolni vágyó gyerekek számára. Most van az a lehetőség, hogy célzottan sportáspecifikus tartalmakat, mozgásformákat be tudjunk vinni a mindennapos testnevelés keretében. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ebben a nagyon nehéz helyzetben, ahol már minden sportág azért azon a nehézséggel küzdik, hogy hogyan tudja az utánpótlását szélesíteni. Ez egy nagyon jó lehetőség, mert a gyermekek, főleg, hogyha a tanulók, ha az iskoláról beszélünk, az egésznapos iskolát, ha nézzük, akkor 8-tól 4 óráig bent vannak. Gyakorlatilag ott kell tudnunk olyan tartalmakat nekik mutatni, amivel a különböző sportágakat meg tudjuk velük szerettetni. A Magyar Röplabda Szövetség főtitkára, Ludwig Zsolt, a feltételrendszer megteremtéséről szólva kiemelte, hogy a Sport legyen a tiéd program keretében eddig 210 iskolába juttattak el labdákat, hálókat és egyéb edzéseszközöket tartalmazó egységcsomagokat. A cél a 300-as határ elérése.